Na sziasztok, csapjunk a közepébe. Mai napon a Hochkárra kellett feljönnem. Ez egy jó nagy hegy, majd megnézem mennyi méter. Aztán ideírom. Sípályák. Sífelvonók. Hó, mínusz 3 fok. Ja. Elég komoly. Paráztam rendesen ide fölfele jövet, hogy milyen lesz az út, de nem esik most, hál' Istennek. Le van pucolva. Úgyhogy fél tudtam jönni. A lefelé utat meg felveszem nektek. Nem gyenge a kilátás. Na, menjünk akkor egy lejjebb. Hallom, hallatjátok, megint meg vagyok fázva. Hát igen, akinek van óvodás gyereke, az tudja, hogy miért van ez. Akinek nincs, annak mondom, hogy az óvodából mindent hazahoz a gyerek. Azt mondja, hogy a következő cím az... Három címen van itt fönn a hegyen. Ez most itt balra, azt hiszem, hogy mintha ez is egy cím lenne, mindjárt. Na most megnézem a telefonon, mert a kollega már segített annyiba, hogy levideóztam útkor. Na most 2,3 km azt írja, és a Yoshi bár az meg lejjebb van. Nézzük csak, mit írt a kollega útkor. Egy ajtó, meg egy szürke. Ez a kárhütte. Aha. Jó, oda ma nem megyek. Akkor menjünk tovább. Lefelé. Azt mondja, hogy a navit visszaállítom. 2,4 km. Volt egy Yoshi... mi volt ez? Sporthaus? Yoshi sportbár vagy mi? Na most mi van? Rossz helyre jövök, akkor megint vissza akar fordítani. Aha, akkor ez meg följebb van, basszus. Yoshi Berghaus. Na basszus. Na akkor megfordulok. Ah, basszus. Most vagyok itt először fönn a hegyen. És persze hó van. Itt lent nincsen még, de itt fönn már nagyon durva. Majd megnézem, hány méteren van ez az egész. Hát elég brutális. Most meg kell fordulnom. Ez a Yoshi bár. Na akkor megcsinom a Yoshi bárt. Az ez lesz az. Aha. És utána meg... megcsinom, ami még följebb van, mert az most elmaradt. Fú, gyerekek, nagyon durva viszonyok vannak itt. Na, itt meg is állok. Aztán megkérdezem, mert nem tudom, fogalmam sincs, először vagyok itt. Megkérdezem, hogy... merres, hogy... Na! Hú, gyerekek! 11 ládát bevinni kézbe, mert ugye nem lehet megközelíteni a dolgot ott. Most itt egy megfordulást kell eszközölni, mert... ugye lejöttem ide, de fönt igazából úgy van, hogy a Berghaus, az fönt van valahol nagyon fönt, oda nem lehet menni. És le kell rakni azon a címen a dolgot, az árut, ahol az előbb voltam fönn. Úgyhogy most tudom, vissza kell mennem, most megfordultam. Még nem, de folyamatban. Na. Jó, akkor menjünk vissza. Segített kirakodni egy srác, aranyos volt, magyar srác. Egyből hallom az akcentust, aztán egyből rákérdezek, hogy biztos ungár. Általában nem csalódok, és a válasz az, hogy igen. Aztán... segített kipakolni, és mondta, hogy akkor jöjjek vissza, mert azt is ott kell kirakni, amit az előbb, ahol az előbb voltam. Mert a Berghaus az nem megközelíthető, hanem majd felviszik, gondolom, sídóval, vagy nem tudom mivel. Úgyhogy... fú, hát itt hólánc lesz télen. Itt nagyon sokszor hólánc lesz. Én ezt idén begyakorlom, azt hiszem, ezt a hóláncozást. Fene vigye. Na, itt is vagyok. Inkább megfordulok, mert ne emelkedőnek álljak meg. Inkább megfordulok valahol. Na, ezért. Nem jön, jó. Akkor itt szépen megfordulok így. Hát azért a téli gumi az jó. Azért ide az Ivecóval nem így jöttem volna fel, azt megmondom. Azokkal a 4 évszakos fosgumikkal, szerintem. Szóval, hogy
Ja. Mai nap még szerencsém van, hogy nem kellett hólánc, de hát esett a hó ma itt is, csak már el van pucolva, úgyhogy ja. Na, itt megállok szépen, így, és akkor oda a lépcsőre, oda kell bevinni a cuccot, nem csak lejjebb jövök, így. Így jó lesz. Na, srácok, ezt is beviszem aztán, ahogy ígértem, a lefele utat mutatom mindjárt. Na, emberek, végeztem a hegyen. Induljunk. Lámpa 1-es fék. Na. Nyomás. Magyar srác segített, aranyos volt. Na, most már csak lefele megyünk, a hó nem esik még. Úgyhogy, ha följutottam, akkor talán le is jutok. Hú, hát ezt a helyet, ezt a címet nem kívánom télen, de hát ez van. Itt az előző, úgyis itt lenn, ugye, abban a bárban, ahol lenn voltam, így kellett bevinni gyalog. Már tiszta hó minden. Nem is lehetett odállni, meg ott álltak az autók amúgy is. Úgyhogy kézzel kellett besétálni, három körbe tudtam bevinni a dolgot. Azt mondja itt a srác, a magyar srác, a magyarok nem tudják, mi az a tél, mi az a hó. Azt mondja, hogy lapátolok ősztől tavaszig. Na, ezek már veszik ki fel a cipőt, aztán mennek síjelni. Na, csak megnézem, hány méteren van ez a hókár, beírom a Wikipédia hangkeresés. Hókár! Hangkereséssel nézzük. Hókár! Ja, nincs internet. Ja, jól van. De most értette. Azt mondja, hogy lesz hókár. Wikipédia nincsen? De itt van. Nézzük csak. 1800 méter magas ez a hegy, gyerekek. Azt a leborút rohadt minden itt. 1800 méteren vagyunk. Hát jó, nem, mert a csúcs van 1800 méteren. Isten tudja, hogy én hány méteren vagyok. Azt hiszem letöröltem a telefonról a magasságmérőt. Fú. Na, ez a kilátás, ez viszont nem gyenge. Azt a mindenit. Azt a rohadt mindenit, de durva. Azt a mindenit, te úristen, de durva. Minden tiszta hó. Hát ez gyönyörű az a hely. Kár, hogy nem tavasszal, vagy hát nem szép időben, nyáron kell erre jönni, akkor az ember megáll fényképezve, vagy valami. De most inkább az van kedvem, hogy minél hamarabb lejussak innen. Egyébként december 6-a van. Mikulás. Kedd. Úgy volt, hogy holnap szabad napom van, de ilyen izénbe lettem beírva. Rufperejtsávba, ami azt jelenti, hogy ha valaki lebetegszik, akkor nekem menni kell, úgyhogy nem leszek szabad, mert valaki lebetegedett, és így nekem menni kell dolgozni. Nem baj, hát pénzt keresünk. Szerdán nem jövök a hókára, úgyhogy nagy baj nem történhet. Most próbálom magam egyfajtában felkészíteni a hóláncozásra, hogy lesz az a pillanat, amikor az van, hogy na, akkor itt most félreállunk ezen a placon, ahol jól elférek, tőlem is jól elférnek, és akkor felrakjuk a hóláncot, elővesszük a tárolóból, aztán ahogy tanultam, meg ahogy láttam, meg már én is csináltam, szépen felrakjuk stressz nélkül. Csak ugye általában, amikor az ember hóláncot rak, akkor már pont olyan a helyzet, hogy nem tudom én, esik a hó, meg hideg van, vagy fúj a szél. Hát nyilván nem kellemes dolog ez. Fűtött garázsba felrakni az egy kicsit más. De hát ez van. Ja, úgy kávéval is megkínált a srác. Tényleg azon vagyok, hogy minél lejussak, mielőtt megint elkezd szakadni a hó. De úgyhogy ez jó hely, mert itt még kávét is kapok, úgy látom néha. Vagy hát lehet, hogy mindig, ha kérek. De ma megyek úgyis a kedvenc helyemre, kapok megint szendvicset.
kávét. Úgyhogy, ja. Ez egy kegyetlen dolog, hogy egy hétig voltam úgy, ahogy egészséges. Ennyi járt nekem, több nem. Egy hét. Aztán az Oviból jön haza a következő adag. Bár az is lehet, hogy mikor vasárnap este voltunk kint, mert a Pöklánba jött a Mikulás, úgy csúszkálnak a dolgok. Pöklánba jött a Mikulás, aztán átmentünk a kisfiunkkal, és olyan hideg szél fújt, hogy szörnyű. Aztán az is lehet, hogy ott fáztam meg, de hallottam, hogy az óvodában is van, akit lázasan vittek haza, meg Dávid is igazából. Megint köhög kicsit, meg az orra folyik, szóval végül is azt is el tudom képzelni, hogy én lettem, végül is megfáztam, de azt is el tudom képzelni, hogy a Dávid hozta haza, nem mindegy. Zabálom a C-vitamint és D-vitamint, tehát hiába az embert utoléri a sorsa. De hát ezt az utat sózzák azért, szóval azért ez jó dolog. Csak hogyha annyira szakad a hó, hogy a sózás hatástalan, akkor, hát igen, akkor ez itt hóláncos téma, igencsak. Szóval van még egy olyan ügyfelem, szerintem az én ügyfelem, ahova én járok ügyfél. Még nem voltam ott, de majd olyan is lesz. Hogy nem megyünk fel a hegyre nyilván, mert egy ilyen hüttébe kellene vinni az árut, hanem lenn a felvonóknál kell kirakni, és a felvonóval viszik fel a magába a hüttébe a fogyasztott cuccot, és akkor ott berakják mély hüttőbe, úgyhogy ilyen címem is lesz majd. Mondta a főnök múltkor is, hogy most így télen ugye valaminek kevesebb áru megy, viszont cserébe én megnyertem ezeket a téli szezonos vendéglátóhelyeket, ugye? Fönn itt a síparadicsomokba. Úgyhogy lesznek itt érdekes, izgalmas felvételek, szerintem. Hát brutális onnan föntről a kilátás. Legközebb hiszem lefotózom egy oldalra. Most tudom, miért nem fotóztam most le. Hülye vagyok. Na mindegy. Szóval az lesz, hogy holnap dolgozom. Nem szabi nap. Csütörtökön ünnepnap van Ausztriában. Akkor úgyis otthon vagyok. És szombaton meg nyomatom a életem első szombatos műszakját. Mármint ugye ennél a cégnél. Szombatos műszakot csináltam a postán is, meg hát a slágernél is csináltam, ugye éjszaka, szombat éjszaka. Úgyhogy holnap először megyek. Hát egyszer voltam megnézni, hogy megmutatta a főnökkel, pont voltam, pont a főnök ment, és megmutatta, hogy miből áll a szombatos műszak, megnéztem, és most szombaton már egyedül csinálom. Ott annyi van, hogy ugye csak saját pékségeknek viszem, meg egy másiknak egy extra cím van még. Az Obiba Amstettenben van egy ilyen vendéglátóhely, aztán van ott, hát árulnak is péksütemény, meg ebéd van, meg minden van ott. Jó cucc egyébként, ettünk már ott, nem rossz. Meg jó, te lehet kapni a zsírt, meg ilyen csülköt, meg ilyeneket, úgyhogy elég jó kis hely. Na, úgyhogy oda megyek, még az a kávézókon kívül. Annyi a lényeg a szombatinál, hogy úgy sietni kell, hogy nyit a kávézó, most nem is tudom, Melkbe, 7-kor talán 7-kor, vagy ilyesmi, és hogy odaérjek. Nem tragédia, ha nem érek oda, de az van mondva, hogy az lenne a jó, hogyha odaérnék, mielőtt kinyit. Hát te kifél borja vagy. Sört visz, meg fákat izélnek.
Szóval az van mondva, hogy az jó, hogyha odaérek nyitás előtt, mert hogyha már kinyitnak, akkor ugye bejönnek a vevők, és a vevőkkel is foglalkozni kell nyilván a személyzetnek, és nekünk meg ott be kell pakolni a sok árut, és akkor az nem annyira jó. Ha a nyitás előtt érek oda, akkor az tök jó, nincsenek még a vevők, nem kell végignézni, ahogy ott pakolászunk, meg minden. Ennyi van szombaton, hogy ennyi a lényeg, hogy az elején kicsit kázgében van, és ha már a saját pékségek megvannak, akkor utána még van egy Amstetteni cím, az meg már igazából nem stressz, úgyhogy oda már csak oda megy autópályán az ember, meg vissza. És ennyi. Ez a mai egy ilyen rövidebb videó lesz, ez kifejezetten csak erről a Hochkár hegyről csinálom nektek. Nem tudom, azt talált, hogy lesz ma még valami izgalmas, akkor felveszem azt is. Végül is ezt nem tudhatom előre, de ezt akartam mindenképp megmutatni. Ma voltam itt először ezen a hegyen. Szerencsém van, hogy nem szakad a hó, mert esett a hó ma. Lejjebb is. Az igen, hát nyomja neki rendesen. Na ja, azért itt egy négykerekes autóval kicsit az ember biztonságosabban érzi magát. Jaj, orfújás az életem, gyerekek, komolyan mondtam. Orfújás a hobbim. Na látjátok, itt már csak egy mutatóban van hó. Ott fönn meg gázoltam a, hát ilyen 10-15 centi hóba. Legalább. Most 10 centi biztos volt. Ja, úgyhogy nekem ide erre a körzetre télen magas szárú baki kell, vízálló. Vagy nem tudom, gumicsizma. Vagy nem gumicsizma, hanem ilyen vízálló csizma. Téli. Ja, hát jól van. Azt mondta a srác egyébként, hogy négy boltjuk volt ott fent, tehát van ez a Yoshi bár, ez a Yoshi bár, ez a Sporthouse, meg még egy Berghouse, és volt még egy negyedik is, de azt visszaadta a tulaj, és most már csak ez a három van. Meg azt mondja, hogy van, hogy fél autónyi cuccal jövünk hozzájuk. Na, mondom, az igen. Mondom, az szép lesz akkor. Az gyönyörű lesz, ha lesz ilyen. Na, ezt látjátok fokozatosan, ahogy fogy el a hó. Fú, itt lenne azért paráztam rendesen, hogy mi fogod fönfogadni, de azért ennyi hóra nem számítottam. Hát basszus, 1800 méter magas hegy. Azért az... Az öcsér magasabb basszan. Az 2000. Ha jól emlékszem, vagy 1009? Ja. 1009, vagy valami ilyesmi. Csak oda nem megy fel az ember. Autóval, ugye. A Hochkárra meg fölmegyünk. Úgyhogy érkeznek az izgalmak most már. Lassacskán. Ja, hát itt lenn vagyunk. Itt csak így meg van kicsit porcukrozva a föld, fű. De igazából nincs gáz. De ha visszanézek, akkor látom innen a sípáját, ahol fenn volt. Inkább nem nézem, inkább megyek. Inkább közlekedek. Kint is van a Hollands Flicht. Kette Flicht. Hát nem raktam föl. Volt fönn közben egy másik teherautó is, ezért hozott ilyen... Egy mosodás autó volt, ha jól láttam. Volt fönt. Közben az is kirakodott, aztán zúzott tovább. Neki sem volt fönn a hólánca. Minek lett volna, hát szürke úton közlekedünk. De minek kell rakni a hólánca? Ezt az ember nem tudja, hogy mi fogja fogadni felül.
Nem feltétlen. Úgy bedugult most a fülem, gyerekek, hogy azt a rohadt életbe. Boah. Brutálisan bedugult. A nyelés nem szokott segíteni, inkább az ásítás. Úgyhogy ásításra gondolok. Nem sikerült. Hú, de bedugult. Na hát megmásztam egy kisebb hegyet.